Hiánypótló kezdeményezés indult el a Nyíregyházi Egyetemen, melynek első állomására szerdán került sor. A Szatmárbelegi Akadémia című programsorozattal a térség iránti elkötelezettséget szeretnék kifejezni. A helyi vezetőket, például polgármestereket, tanintézmény és szervezeti vezetőket pedig bevonnák a kölcsönös eszmecserébe. A műhely munkát kezdeményező felsőoktatási intézmény a megyei önkormányzattal fennálló kapcsolatát ezzel az új tartalmi elemmel is szeretné bővíteni, amelynek két fontos célja van. Egyrészt a Nyíregyházi Egyetem oktatói, kutatói ennek a térségnek a gazdaságával, társadalmával, nyelvészetével kapcsolatos kutatási eredményeiket szeretnék a résztvevőkkel megosztani. Másrésztről pedig egy interaktív beszélgetés kapcsán szeretnénk javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a Nyíregyházi Egyetem hogyan tud bekapcsolódni ennek a térségnek a fejlődésébe. Mint a rektor hozzátette, a mostani előadásokat később továbbiak követik majd, amelyekre várnak mindenkit, akit tenni akar a térség fellendítéséért. A megyei közgyűlés alelnöke pedig a kezdeményezés identitás erősítő jellegéről beszélt. Mint fogalmazottan, most elvetett mag alapot adhat másoknak is, hogy kövessék a példát és saját értékeikre fókuszáljanak. Nagyon bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés, illetve ez a programsorozat, amelyet bízunk benne, hogy tudunk sokáig folytatni még, majd ihletet ad másoknak is arra, hogy ők is a saját közösségeikben, saját településeiken, saját térségeikben elindítsanak hasonló folyamatokat, amelyben a megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat mindenképpen partner lesz, és biztos vagyok benne, hogy az egyetem is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés egy elvetett mag lesz, amely aztán még nagyon-nagyon sok szemet fog majd ereszteni. A megnyitón arról is szó volt, hogy a programsorozattal a kutatási eredmények megosztása mellett a múltra alapozva segítenék az értékek jövőbeni fennmaradását és a térség fejlődését, de akár a megyei értéktár is bővülhet az itt elhangzott javaslatok hatására, hiszen a Szatmár-Bereg rengeteg kulturális, történelmi és turisztikai kincsel rendelkezik.